Szia! Emlékszel, hogy milyen kipik a pipiszi paszi volt a olyan olcsó gyermek? Most is lesz egy kis vonaglás testrészen. Szeptember 3-án startul a olcsó jó pár állomással, és lehet ripi-ropi ropogózni, topogózni. Podcast felvétele élőben találkozás barátokkal. Szia! Nézd meg a linket, hogy hova megyünk és mi van, hol lesz és de kapa! Szia! 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Hello! Szevasztok, csá mindenkinek, hello! Hello barátaim, és nem barátaim, hello geci! 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 Ma csak a sarjabbak vannak itt. Szevasztok testvéreim, üdvözlök mindenkit ebben az élőadásban, ahol GTOB RP! Hello mindenkinek, és sziasztok jó barátok, és szia mod néző! Hello mindenkinek, szevasztok testvéreim, jó napot kívánok! Ott a plakátot le kéne cserélni a falon, ugyanis roadshow-k lesznek, képzeld el! Felkiáltolja a bulit, beírod, akkor letiltja a bot, és nem látod a linket. De most ezt nem tudtuk eddig, de rögzítve ott van, igaz? Jól beszélek! Szóval akit érdekel a roadshow, lesz egy roadshow, most hát ez egy rendezvény, az első állomás, lesz több is egyébként, de ott lesznek mindenféle programok, mint például podcast élőben, meg különböző koncertes dolgok lesznek, képzeld el, nagyon passzos tehén. Ugye a linken meg tudjátok nézni a Facebook eseményét ennek a roadshow-nak, úgyhogy nézzétek meg szemetekben. Szia mindenkinek, hello! És hát nem akarok fölvágni, de még mindig fekete pólóban vagyok, 3-4 éve. Van korhatár? Nincsen korhatár. Ez egy egész nap tartó rendezvény testvéreim. Ott lesz a Lajosban, a Jokerban, a podcastban, meg a koncertben, meg lesznek ilyen mindenféle dolgok. Na megyünk GTA... GTA mi? Megnézzük, hogy mi a rojtos passz van a környékben. Én szerettem volna egy olyan világban élni, a nevem Hector, és ahol az elfogadás és a szeretet nyelvén beszélnek és gátak nélkül, és... őszintén remélem, hogy az anyádat holnap kepéle! Nem ezt akartam mondani. Szóval... Elég majdnem jó. Szerettem volna már nagyon rég elmondani, hogy heteroszexuális vagyok. És a nevem... Pöri. Szeretett nyelvén beszélsz, csak az a baj, hogy titokban állatokkal kepélsz. Az mondjuk tényleg baj, Joker, egy kicsit. A múltkor találtam ott az udvar közepén egy szétbaszott lyukot. Nem tudsz erről azt valamit mondjuk, mondani? Azt mondjuk, nem én voltam. De ne hazudjál. Ketté volt szakadva a csirke, az rajta volt a francia pakliból egy Joker. Nem kell a Sherlocknak lenni, hogy kiderüljön az igazság, hogy itt bizony megbújik a pimasság. Milyen? Mit csinálsz? Húgyozzak a melyedre? Be van keményedve a melyem, nézd már. Látom. Fő van keményedve egy kicsit, mint a Tarzan sarka. Na gyere, Joker, menjünk, mert ma sportnapot fogunk tartani, képzeld el. Figyelj, csak úgy nézel ki a sáska tested, de valami izmot kell építeni. Mert így csak a buzik fognak betalálni. Buzi vagy? Nem vagyok buzi, öreg. Miért mondod hát ezt? Akkor mert... Én nekem patika testem van, templom. Milyen csak patika, dél? Ülj már le. Jézusom, mondd néz! Úristen! Boldog szülinapottal, de ez az én ajándékom. Nem, mert voltam itt, te passziváló. Látod, milyen patika lennék? A nagy ember bár... Ez a legjobb hely az egész világon, geci. Várjál már, itt protekció van nekem, szerinted? Gyere, még beférsz, mert mondjuk. Jó napot kívánok! Csak azért nincsenek, amúgy tömve lesz. Úristen, van ilyen izé? Az igen, testvérem. Itt ki ez az ember? Zsebében van egy nagy kender. Faszával 180-ig megver. Így mora, mi drága, 250? Vissza, mint az életben. Viszak is egyet, meg is. Az igen. Milyen buzinak van ott az aláírásodik? Mit képzel ez magáról? Majd lesz egyik, azt felírjuk a tiédet. Kiszopja a paszt, nagyképű geci. Valami, jó, valami szelőges csicska, hagyja, szard le. Régebben minden sokkal jobb volt, most meg már nem. Nem, sportolunk egy Joker, mert itt feszíteni kell a lumnyáknak, érted? Abból a 12 mm-es Bogdan karba, ami neked van, abból csinálni kell valami értékelhetőt. Szokták onnan a szarmó várat építeni. Miről beszélsz? Rápeszítek, az állod leszakad. Érted? Szálkás vagyok, mint egy keszeg raj. Az egy nagy szálka vagy, hát. Vagy a raj. Egy darab szem, nagy szálka. 20 dollárt adtál ide, te rád. 20 dollárt? Figyelj. Elnézést, bocsánat. Te figyelj csak. Az lehetetlen. Van nálam egy élő csirke. Most figyelj csak. Van nálam egy csirke. Várjam. Eladó. Nem kell valakinek? Nem tudsz ilyet? Eladó csirke van nálam, nem követ? Tiszteletem, elnézést! Napot. Jó napot kívánok, főnököm! Tiszteletem! Így van, polgárőrségtől jöttünk, tiszteletem, jó napot! Jó és napot. Szeretném megtudni,
hogy szabályosan viselkedik-e mostanában. Remélem, hogy szabályosan, ezt az egész adit majd el kéne vinnom a bárba, de eltévedtem már 6-szor, fogalmam sincs. Figyelj csak ide, a szemben ilyen tele van ilyen üdítőkkel, meg ilyenek? Igen, ha nem viszem el egy 10 percen belül, akkor megszűnik az állás. Figyelj csak ide, akkor gyorsan essünk túl itt a izén, protokollokon, engedjük el az udvariasságot, kínáljál meg egy üdítővel, mert arcon leszel baszkodva. Hát ezt felmondtam, le fog be róla jönni a plomba, stb. Engem kirúgnak, uram. Hát jó, van, de sokkal jobb lenne, mintha törött torra, szilánkosra tört karral itt vakaroznál, habzó szállja a péloldal, stabil oldalba. Figyelj csak ide, kopasz geci! Te kinek hiszed magad, önkéntes rendőr, vagy mi a geci? Nem látod, hogy a titkos ügynökök vagyunk? Verjem abba a nagy lapát, kopasz fejedbe! Te hombár! Ha? Nem láttad a Tom videóját, buzi gyerek? Ha? A Tom videóját, ahol a szeretett nyelvén beszél, te csöbes geci! Köszönöm szépen! Ha? Nem láttam! Akkor meg úgy élj, hogy jó legyen, mert rádrugok, te csöbes geci! Szépen beszéljél az öreggel! Ha? Na gyere, mit csinálsz? Te normális vagy? Üsd ki! Hallod, kamionos geci, te nem segítenél? Nem látod, hogy egy öreg ember bajba került? Ja, de látom. Ha a rák megeszi a kopasz fejedet, üssed, gyerünk! Szomeljál, csöbes geci! Pám! Ott is van! Gyönyörű baseball játékos! Nagyon szép munka, meg kell. Figyelj csak, nem tudom a véleményedet, kérdezte valaki? Csak elnézést. Jó napot, fiatalember! Kérem, hogy távozzon a helyszínről, mert egy helyszínen is folyik. Na, rendőrök rabszállításon vannak. Na, akkor ez... Nem baj, itt vagyunk mi, seripek vagyunk. Milyen rab? Figyelj már ide, tanga papucsos köcsök duda! Te hova beregszel? A kurva anyádat, tedd föl a kezedet! Most tedd föl a kezed, faszopó! Mondom neked, tedd föl a kezed! Mondom, tedd föl a kezed! Golyós dezodor, geci! Tedd föl a kezed! Kérjél bocsánatot, te bundás képű! Térdeljél le most azonnal! Kitől kérjek bocsánatot? Tőlem, a királyodtól! Mondjad, apu! Apu, ne haragud, szeretlek! Mondjad, köcsög! Mondjad akkor! Mamut, arragudj! Szeretlek! Szeretlek, mamut! Ha kerszálljon, lebeszlek! Gyerünk, mondjad! Na figyelj ide! Pusztuljál el innen most már! De hogy egy szemtelenséget hallok most, ahogy elsétálsz, dirdur kandur! Na én elmondok neked valamit. Édesanyád mesélt arról, hogy kapott egy mérges sárkány tőle. Elmondom Robi neked, hogy mi a mérges sárkány, csak hogy tud. Igen. Anyádnak a szájába beled nyomöszöltem a faszomat, érted? Érem, erről beszélek. Belejelveztem, összezártam a száját, nyakon vágtam, olyan mérges volt, az órán jött ki a gesztet. Szóval anyám volt a mérges sárkány? Igen. Anyád volt a mérges. Én a Jack Sparrow-sat ismerem, Dick. A szurod milyen? Nem tudom milyen. Ezt is eljátszottuk vele. Érted? Rádurrantam a szemére, az kiment a mosdóba, bokán rúgtam. Érted? Azt egy lábon kiugrált a Jack Sparrow-t. Hát ez a mérges kalóz. Hát. Ja, én erre tettem, a Raúlra én is. Ott van, ott írja bal fönn. Az őt? Gyerünk, geci! Dikodj meg! Az anyám basszol. Ennyi! Csicska Giulio! Legyen már vége! Ott is van! 25 milliót nyertem megint. Geci. Mit nyerte? 300-at nyerte, kiírja ott. Ja? De ez bugos. Gyerünk, figyelj! De melyikre tettél? Ez gatya nektek. Pirosra. Én is. Hát ez gatya. Én is a pirosra tettem, hülye gyerek. Dehogy. Gyerünk. Ott is vagy, nyertem! 15 ezret. Hát te se oda tettél, úgy látom. Mi? Hát én erre tettem, geci. Hát te mire tettél? Anyádra. Tehát. Ezt figyeld. Tirdur Kandur. Látod, bazzik, itt sofőr van. Jézusom! Ajjaj, ez baj. Ezt úgy hívják, hogy baj. Elnézést! Bocsánat! Elnézést, fiatalember! Jó napot kívánok, tiszteletem! Jó napot, főnököm! Bocsánat, elnézést az avarás, én el tudna vinni, mert ez egy munkavédelmi szakember vagyok, és most azt figyelem meg, hogy maga betartsa a pihenési szabályokat. Várjon egy pillanatot, jön a fiatalember a másik. Szia Joker, szia, ja, hát. Mi újság? Igen, már most igényt tartanénk a kocsidra, oké? Ja, jó, persze. Figyelj csak! Köszi, szia! Igen. Szia! Hello. Szia! Szeretjük, szia!
Jézusom, Joker, nem biztos, hogy jó, hogy te vezetsz? Bazd meg, felelősségteljes sofőr legyél már. Hát Dick még biciklire sincs jogosítványod. Várjál már meg, Joker, vegyél már föl a hátadra. Hát itt... Úristen! Ezek mivel lőnek, Dick? Ú, bazd meg! Joker, jó vagy? Ez egy probléma. Én bazd, de megijedtem, geci, rendes, megijedtem. Hát ez jó volt! Jó volt ez. Csak az a baj, hogy most meghaltunk a gecibe. Pont mind a nyelves. Aztán erre meghalsz nekem a gecibe. Nincs olyan részről, ne hallom meg az öreg. Hát most minek? Nehogy halljon már meg, szegény. De ez már csak joga van. Ez már csak ingyen van, te csöves. Úristen. Hogy vannak? Hát most gyalog vagyok, kezi csókolom. Most kivételesen. Jó napot. Ne tessék viccelődni, az egészségét kérdeztem. Én nem viccelődök, spriccelődök. Ilyen öreg korban. Ó, hát... A régi fegyverről embebiztosabb, tiszteletem, kisasszony. Elnézést. Hiszem el. Ez így van. Az egészsége hogy szolgálja az? Hát jól vagyok. Most. Jól van, jó, az a lényeg. Kis izém van. Hasszőgyulladásom. Le van peketedbe egy kicsit. Szerintem bérkeringés probléma. Nem, persze, kaptam csekket, főnököm. Kaptam. 3 millió. Segíthetek még köszönöm valamiben? Nekem? Köszönöm. Köszönöm. Nekem igen tetszene segíteni? Hát, hogy mindkettőtöknek, hogy kell-e még valami orvosi segítség. Ja, csak orvosiról van szó. Hát az most igen, nem. Igen, semmi komolyabb. Nem, miért nem? Mert az én cigány nem vagyok. Nem szabad. Azért. Ja, Isten, ha? Mentse. Azért tetszik ilyet mondani, bocsánat, mert cigán vagyok? Nem. Akkor? Nincs problémám a cigányokkal. Páros ujjó patás? Jézusom, uram. Én rossz vagyok. Örülök neki. Ton vagyok. Meleg vagyok. Az mondjuk ez a hír. De milyen ton? Engem úgy fogadott, hogy... Vajon milyen ton? Covington. Vagy Lipton? Vagy Pinton? Nem, és nagyon gonosz ember vagy, hogy így kiparolizálod ezt az eseményt. Hát ne haragudjál, mert engem igenis meglepett ez a hír. Nem vagy Pinton, vagy Pinton, vagy Beton, hát. Trombózisba estem rendesen. Vagy lehet Koton is. Vagy Szubaton. Hát most figyelj csak, Joker, arra gondoltam, hogy te lennél a hátasom. Vegyél már föl a hátadra, azt közben énekelem a rocki zenéjét. Hú, megnézzük, hogy... Parárám! Parárám! Elnézést, bocsánat! Igen. Jó napot kívánok! A furmanyátokat! Lehet, hogy Plankton? Hát, lehet, hogy Plankton, hát. Ezen gondolkodok. Lehet, hogy Plankton? Eladó csirke, nem érdekli magát, bocsánat, közben. Hát amúgy lehetséges, mennyi érted, ne? Egy 15 000-re jól adom magának ezt a csirkét. Jó, köszönöm. Ezt megköszönném, mert amit csinálok bele, jó kis kukusleves gazdagon. Hát de ez még egy puja csirke, tessen parancsolni. Jó, az... Eladtam a csirkét ennek a kurvának 15 000-ért. Tényleg eladtad neki? Te miért adtad el a vagy te baszott halálra, vagy inkább eladom. Ez a kettő közül volt választás. Én max a nő, te a csupat. Addig nő, de nagy képű vagy. Júj, már lesz hozzászólni, nem merti. Múltkor is tiszta pinos szagú volt a kezem, érted? Hát az nem tudom, mit ő volt. Macska hozzád dörgölvözött, állítom. Jokerton, egy pillanatra megvárnál. itt egy labda. És... Dick. Mi van, passzopó Joker? Azt hogy kell elvenni? Hát te honnan tudjam? Ez ilyen facsom! Mi? Te mit ütsz? Mit ütsz? De faciznék, bazd meg! Jaj, ne! Nem tudom, hogy kell. Lehet, hogy egy korrepetál... Hogy kell eldobni? Ezt figyeld! Pám! Hát van, ez kirepült az univerzumból. Mehet, Joker? Hát van, a luftat ütöttél, még a Holdról is látták, bazd meg. Dick, az mi a passzom? Hát mögöttünk, kicsit! Dick, hogy nézel ki, te mi is gyász? Te normális... Mi a fasz? Elnézést! Bocsánat! Ez mi a fasz? Állj már meg! Elnézést! Mi történt magukkal, jól vannak? Elnézést! Ez milyen rojtos! Bocsánat, nevével vagyok! Geci! Gyerünk, Joker, húzassad neki! Sziasztok, kurva! Azért ez komoly. Egy ilyet meg szereznünk kell. Bocsánat! Jézusom, hát ez normális az ilyen? A büdös kurva anyján! Úristen! Kiütette alulam a tevét. Íj, more!
Persze, hát így szoktam leszállni a tevéről. Idik, figyeld már. Joker, állj le! Állj le, megmondtam! Bocsánat. Imor, ez nagyon megy, ez kettesbe vág. Sűrjed neki, pian. Elértük a 280-as tempót. 300-zal hasítunk. 330. Lassan elérjük az izé forint-euró árfolyamot. 360. 66. Á, nem tud főmenni addig. Vagy de? Már majdnem ott vagyunk, 402. Gyerünk, meg lesz a forint-euró árfolyam. 419 már megvan. Íííí. A forint-euró. Jézusom! Na, srácok! Most ennek vége lesz ennek a GTA-nak. Hogy a faszomba történt ez? Bocsánat. Valószínűleg holnapig találkozunk ilyen sékszes, dumázgatós témába. Jó éjszakát is, szevasztok! Soki mindenkinek, nagyon nagy szeretettel, és sziasztok is, nagyon jók legyetek, jók és ügyesek. Szia! Legyél este a kapuba, kapcsol ki a lábát.